pontjának a polgár. Tisztelettel és szeretettel köszöntöm kedves vendégeket, kedves barátokat, nagy izgalmak után, de mindenki idejött szerencsésen. Papírból fogok beszélni azért, hogy a fordítás ne tartson nagyon sok ideig. A kedves Aténa és a László és Kamilla is megkapták a kérdéssort, és így tudják követni. Mindenki természetesen arról beszél, ami eszébe jut és ami szeretne, ez egy ilyen vezérvonal, hogy ne tartsanak sokáig a tolmácsolás. A mai délután a kortárs irodalom ünnepe egy igazi örömteli esemény. A találkozások, az együttlét szívderítő óráját kezdjük most el, és ebben a vészterhes világban nagyon nagy szükségünk van arra, hogy valami jó történjen velünk. Bízom benne, sok szellemi izgalomban lesz részünk, jókedvűen töltjük el az időt. Valami jót adhatunk egymásnak, ami nagyon ránk tér. Mondhatóan és idegesen egyhangú a világunk. Beszélgessünk. Mielőtt bemutatnám az asztal körül ülőket, kérem engedjék meg, hogy köszönetet mondjak mindazoknak, akiknek a támogatása lehetővé tette a rendezvény létrejöttét. Ez szervezést is jelent, pénzt is jelent, és sok-sok lelkesedést jelent. Tisztelettel köszöntöm, megköszönöm két tiszteletre méltó szervezet, a Svéd Kulturradet, amelyet külföldön Swedish Art Council-nak hívnak, a Magyar Szépírók Társasága Kéri Piroska vezetésével magáénak érezte az eseményt és anyagi segítséget, támogatást nyújtott. Köszönjük a Magyarországi Svéd Királyság nagykövetsége kitüntető figyelmét és megtisztelő hozzájárulást a vendégek fogadásához. Külön szeretettel köszönöm Niklas Trubé ő excellenciáját, a nagykövet urat, aki személyesen megtisztelte jelenlétével az eseményt, és a bemutatkozások után majd átadom neki a szót. Köszönjük a Skandináv Ház lelkes segítségét, együttműködését. További együttműködő partnerünk volt a könyv kiadója, a Holnap Kulturális Egyesület, aki Nagyváradon románul Oradeán működik. A fordítók köszönetet mondanak Ferber Katalin, Izsák Júlia, Németh Eszter és Salveselényi László közreműködéséért. A fordítás különböző fázisaiban nyújtottak ők segítséget. A könyv dizájnja a plakett műve, megérdemli, hogy megemlítsük. A Fehér-fehér régkönyv tervezője Pascal Krosek. Aténa fotóját a plakáton készítette Kasiár Nadervandi. A fotókat most Kis Andrea képzőművész fogja készíteni, aki egyrészt kedves közönség, másrészt professzionális fotóművész. Remélem gyönyörű képeket fogunk föltenni este az esemény oldalára. Utoljára hagytam a köszönetbe kedves házigazdánkat, az író voltját, a magyar irodalmi élet egyik legismertebb központját, kitüntetés, hogy itt lehetünk. Engem Csebor Bálának hívnak, enyém a megtisztelő feladat, hogy bemutassam önöknek kedves vendégeinket. Aténa Farokzárt költőt, György Kamillát és Sall Lászlót fordítókat. Kérem majd mindenki kapcsolódjon be a beszélgetésbe, most azonban átadom a szót Niklas Trubé, ő excellenciájának a Svéd Királyság Magyarországon akkreditált nagykövetének. Ő köszönti majd pár szóval a kedves megjelenteket. László pedig majd fordítja a szavát. Först och främst, jättetrevligt att se er här idag till den här tillfället när vi har en så fin svensk poet här på besök i Budapest. För första gången. Nagyszerű dolog ilyen sok kedves arcot látni, amikor egy ilyen kedves és nagyszerű költő látok, svéd költő látogatni a Budapestet. Jag vill först och främst börja med att tacka de som har arrangerat det här, för det är fantastiskt för mig att komma hit. Jag har bara varit här i den här bokhandeln.
handen ibland och nosat lite grann på böckerna eftersom de flesta är på ungerska, så det är lite svårt för mig att hänga med. Men det är en så fantastisk stämning i den här bokhandeln. Så att bara få komma hit och vara med om sån här kväll känns extra speciellt. Szépen köszönöm a szervezőknek, és főleg nagyon örülök, hogy itt lehet ebben a nagyszerű könyvesboltban, ahol már néhány szót bejártál, hogy mivel a könyvek többsége még csak magyarul, de hogy ez a hangulat nagyon tetszik. Som svensk ambassadör är jag självklart extra glad att svensk litteratur, svensk poesi i det här fallet, kommer till Ungern och blir översatt till ungerska. Det är ju någonting som sprider det vi har i Sverige till andra länder och som vi är stolta över att vi kan visa upp. Och jag tror att ni kommer att titta. Jag tror att ni kommer att finna att Athenas poesi och den bok som vi ska tala om snart är någonting kanske utöver det vanliga. És annál nagyobb örömmel van itt, hogy egy svéd költőt mutathatunk be ma este, és nem is akármilyen költőt, reméljük, hogy majd később kiderül a beszélgetés. Vi vet att det finns stort intresse i Ungern för svensk och skandinavisk litteratur. Vi har ordnat från ambassadens sida flera gånger olika bokpresentationer, men då handlar det ofta om andra genre. Det handlar kanske om skandinav krimi, eller det kan handla om Astrid Lindgren, barnlitteratur. Och det är inte så ofta som vi har poesi, lyrik. Och därför tycker jag det är extra spännande att höra just från Athenas författarskap. Det blir en extra dimension på någonting, av den svenska kulturen. Mindig nagy öröm számára és a követség számára is, amikor ilyen irodalmi rendezvényekre hívják, de általában azok, vagy a svéd krimi, ami az egész világon híres ország, vagy a gyermekirodalom, de a költészet is főleg hazamiről majd beszélhetünk, Athéna munkássága az egy kicsit különleges. Men det som är allra, allra roligast tycker jag, det är att vi nu har en ung, kvinnlig poet från Sverige som dessutom har en annan bakgrund från ett annat land. Och det gör att temat som vi ska prata om ikväll, eller de teman som vi pratar om ikväll, de är ju väldigt, väldigt aktuella. Det som Athena skriver om är någonting som pågår idag. Jag tänker på rasism, jag tänker på klassdiskriminering, utanförskap. Nu har inte jag läst alla dina böcker så att jag kan inte uttala mig, men jag hoppas kunna lära mig en del under kvällen här. Men just att få tala om de här sakerna som är så viktiga idag. Mångkultur, tolerans, respekt. Det är precis de frågorna som är de allra mest brännande och som vi behöver tala mer om. Annál is jobban örül, hiszen ma este egy költőnővel találkozhatunk, egy olyan költőnővel, aki ráadásul egy másik kultúrába, világrészről érkezik, Svédországba, egy svéd költő, és olyan dolgokkal foglalkozik, igen, olyan dolgok jelennek meg az írásában, ebben a könyvben, majd a fejében, ami nagyon is fontosak ma, hát itt felsorolt a rasszizmustól kezdve a idegen gyűlöletig elég sok mindent, és hogy ezekről bizony beszélnünk kell, és ezért talán remek alkalmazok. Slutligen det jag vill framhålla, och det som jag har förstått av det jag har läst om Athena, vi har aldrig träffats förut, så jag kan inte säga för mycket ännu, men det jag har läst är att Athena är ju en person som vågar sticka ut. Och vågar tala ut och ha åsikter och vara kontroversiell. Och det tycker jag är extra spännande. Inte bara sådana författare som skriver
sånt som vi alla kanske tycker eller som håller med eller som inte tar ut svängarna lite grann. Men att verkligen tala om de saker som är viktiga och våga ha en åsikt, även om den åsikten kanske ibland är kontroversiell och man får kanske väldigt mycket kritik. Men det tycker jag är spännande. Så det är det jag ser fram emot istället. Nu ska jag avsluta där för att säga att ni har inte kommit hit för att lyssna på mig, utan ni har kommit hit för att lyssna på Athena och på diskussionen här. Ett stort tack för att ni ville komma hit ikväll och jag hoppas vi får en väldigt trevlig Nagyon köszönöm, hogy eljöttetek, és hogy amennyit én ismerek, már ott a Niklas ismer az Athena munkásságáról, az, hogy amit most szeretett volna kiemelni, hogy Athena nem nagyon bátran vállalja a saját más véleményét, nagyon bátran vállalja a másságát, és olyan kérdésekben is állást foglal, ami kellemetlenségekkel jár másként. Tavaly, két évvel ezelőtt volt egy rádióműsorra, és azt több százan fejjel említették, tehát például erre is. Igen, ennyi, köszönöm szépen. Köszönöm. Nagyon szépen köszönöm. Én először László mobiltelefonján olvastam a művet. A fordítás már nem is volt egészen készen. Kocsmában voltam egy kedves baráti társaságban. A sorok azonban bevonzottak, magukhoz szorítottak, és tulajdonképpen azóta se engednek el. A kötetet újra meg újra elolvastam. És akkor mondtam, hogy ezt be kell mutatni Magyarországon. Anyám mondta öcsémnek, vigyázz az idegenekkel, ne feledd, nincs hova visszatérned, ha ellenségekké válnának, öcsém mondta. Olyan különös álma volt, hogy a hajnal meghalt a szememben, mielőtt az álom széjjel hozott volna, malaszból és mészárlásból álló emberiség. Akkor búcsút vettem a fénytől, mindent tudtam. Ezek voltak azok a sorok, amelyeket elolvasván nem volt kétséges, hogy ez a könyv már az én könyvben. Lászlót kérdezem, hol találkoztál a nővel, hol találkoztál a nővel? Én először úgy találkoztam a művel, hogy van egy nagyon kedves könyvtárosom Göteborgban, úgy hívják, hogy Marley Mandelson. Hey Marley! És hozzá bementem, és megkérdeztem, hogy szerintem ki az a 5-10 költő. És már akkor tudtam, hogy nőket szerették fordítani, és akkor kaptam egy ilyen 5-ös listát, és ebből egyet már 2,5-3 évvel ezelőtt, talán 4 évvel ezelőtt is lefordítottam, Jenny Frangónak hívják, és ő megjelent a Látóban, és aztán pedig így jött Athena be a képbe. És én még annyit szeretnék mondani, csak nagyon röviden, hogy ez a fordítás, ez szerintem olyan, mint a maratoni futás, hogy már nem is tudjuk, hogy igaz volt-e az, hogy futott-e valaki egyáltalán, nem is tudjuk azt, hogy hívták, ha egyáltalán igaz volt. De ma nagyon sokan örvendenek az eredményeknek, és nagyon sokan saját világcsúcsokat futnak meg, és szóval szerintem ez a fordítás. És mondjuk valamit a holnap kiadóról, amiről te tudsz. Igen, a holnap kiadó, tehát sok kiadót megkerestem itt Magyarországon kész anyaggal, és nem tudták vállalni a kiadását, és akkor Nagyváradon, én nagyváradi vagyok, ott a helyi kiadó, akik úgy hívnak, hogy Holnap Kulturális Egyesület, ők könyvkiadással és rendezvény szervezéssel foglalkoznak, mint civil szervezet. Ez fontos, tehát hogy nem államilag és nem közül, tehát nem a nem közpénzekből, hanem magánpénzekből. És akkor a megszüntetett riportkiadót, valamint a megszüntet adatásságot pótolják valamelyest.
és kiadói közösséget, támogatásokból és önkéntes munkával fenntartottig. Most Kamilát kérdezem, nyelvészként még nagyobb feladat lehet, hogy megtaláld a megfelelő szavakat, amelyek a szöveg végtelen szigorúságába beilleszkednek. Ez egy minimális szöveg. Itt minden szónak rendkívül fontos jelentése van. Elég erősnek, karakteresnek kell lennie ahhoz, hogy képeket ébresztenek az olvasóban. És hát elég mai magyarnak kell lennie ahhoz, hogy a mai magyar olvasó számára megnyissák a mű belső világához vezető utat. Nehéz volt ezt a fordítani számodra? Szerintem hallottok így is, nem? Talán ott kezdeném, hogy hozzám a fordítást már úgy jutották, hogy már megvolt egy alapfordítás, amit Laci készített, és kérte, hogy lektoráljam. És akkor elkezdtünk beszélgetni, mert úgy éreztem, hogy volt több olyan rész, ami hát bizonyára ti is ismeritek, hogy az igazán jó művek több rétegűek, és többféleképpen lehet értelmezni bizonyos mondatokat, kifejezéseket, és egy fordításnál nagyon fontos, hogy ez a több rétegűség megmaradjon. És hát mondjuk ez a kérdés, amit legutóbb feltettél, hogy a mai magyarnak feleljen meg, hát ezt két olyan ember fordította, akik hát én 22 éve, Laci meg már 30-valahány éve Svédországban él, tehát mi nem itt élünk. Bizonyára akad olyasmi, ami nem egészen a mai magyar nyelvnek megfelelő. Bár mind a ketten rendszeresen járunk haza, de hát nem itt élünk. Mindenesetre a nagy kihívás számomra ez a beszélgetés volt Lacival. Hogy hogy lehet, mi jó barátok vagyunk korábbról, de még soha nem fordítottunk semmit együtt. És tulajdonképpen a lektorálásból úgy lett egy ilyen együttműködés, hogy sokat beszélgetünk a mű kapcsán mindenféle másról, illetve hogy hogy lehet ezt egy magyar közönségnek átadni, azt az életérzést, vagy azt a tartalmat közvetíteni, amit ez a mű a svéd közönségnek közvetít. Valahogy így mondanám. Köszönöm. És kedves Athéna, a könyv éli az életét. Foglalkozol ezzel mostanában? Ezzel foglalkozol mostanában, vagy már más köti le a figyelmedet? És hát a következő, ami fontos kérdés, ez a kötet azonnal nagy siker lett minden országban. Te hogy érzed? Milyen tartalmakra reflektáltak az olvasók? Mindenütt ugyanarra vagy? Mindenütt másra? Vagy örültek neki, vagy volt, ahol nem örültek neki? Hogy él most ez a könyv a megírása után néhány? Jag vill börja med att säga hej. Hej. Hur många är det som pratar svenska? Hej, vad fint att ni är här. Och vad fantastiskt att vara här. Det är som sagt första gången jag är på det. Det känns sent i livet. Köszönöm, jag tar det första sen. Köszönöm mindenkit, és nagyon örülök, hogy végre itt van Budapesten, talán kicsit később, de nagyon örülök itt. Jag har varit i Ungern en enda gång förut, och det var när jag liftade från Stockholm till Aten. Då åkte jag med en otroligt fin ungersk lastbilschaufför genom landet. Så det är liksom mitt främsta minne av Ungern hittills. Igazából másodjára van Budapesten, amikor egyszer autostoppon ment Attila. Sofia. És egy nagyon kedves emléke volt a teherautósofőrről. Men jag vill tacka er alla som har översatt och möjliggjort och förberett den här kvällen och er som är här. Jag ska säga mina kvinnor hur du har gjort. Så den här boken, Bitsvit på svenska, den kom för 4,5 år sedan i Sverige. Och sedan dess så har den dramatiserats ett flertal gånger för teater, för barn- och ungdomsteater, för radioteater och översatts nu till 12
språk, tror jag. Så att jag har verkligen levt länge med den här boken. Den har liksom fortsatt leva sedan dess. Négy és fél éve jelent meg ez a könyv Svédországban, és hát rendkívül gazdag utóélete élt. A mai napig 12 nyelvre fordították le, és létezik mindenféle dramaturgidát, színpadra vitt változata és rádiójátékként is, és egy fiatal közönségnek is lett átírva. Tehát többféle módon mindenféle réteghez eljutott már. Och den har liksom kommit i ganska olika länder, dels i de olika nordiska, skandinaviska länderna, men också i USA, och Rumänien, Kina, över hela världen. Men jag skulle säga att mottagandet och de samtal som jag har haft om boken i anslutning till lanseringen har varit ganska lika varandra över hela världen. Mindenfelé eljutott már a könyve, így nem csak Amerikában, hanem Kínában is, és Nyíban mit tudott, minden emlékszem, Svédországot. Mindenestre az egész világot bejártam már, és a fogadtatás az nagyon hasonló volt mindenfelé. Nem mondtad, hogy gondolom pozitív. Van pozitív, tényleg? Ja, eller inte så värderat, varken positivt eller negativt. För mig har det nog varit, nej, men för mig har det varit intressant att de frågor till exempel som boken har väckt och de samtal som jag har haft såväl i USA som i Kina som i Grekland, att de har liksom kretsat kring samma teman. Boken har aktualiserat samma frågeställningar. Och det tror jag har att göra med det vi pratade om inledningsvis, att det finns liksom vissa problem som är globala och vissa erfarenheter som därav också är globala, som förenar så vitt skilda samhällen som Norge och Rumänien. Tematikailag volt hasonló, nem mondom ilyen értékítéletet, hogy pozitív vagy milyen volt a fogadtatás, hanem tematikailag hasonló beszélgetésre kerültek elő, és ő ezt így érzékeli, hogy ez valószínűleg amiatt van, hogy ugye globális ugyanazok a problémakörök vetülnek fel, vagy vetődnek fel. Mm. Den här boken skildrar och utgår från migrationens, krigets, rasismens och revolutionens erfarenheter på olika sätt. Och hur de erfarenheterna villkorar människors liv. Och hur de villkorar deras relation till sitt språk, till sina kroppar, till sin historia, till de objekt som omger dem, till liksom varenda nivå av verkligheten. Och kanske framförallt hur det villkorar deras relationer till varandra. Och det har jag märkt på något sätt är relativt universellt. Människor kan relatera till på något sätt de makropolitiska skeendena skildrade genom det lilla intima perspektivet. Så det är nog ofta den typen av samtal jag har haft av boken. Okej, nu har jag sovit 3 timmar innan. Jag ska prata kortare. Tankegång, men jag ska försöka. Elnézést, nagyon hosszas és nagyon bőséges magyarázat jött itt, és így 3 órát tanultam éjszaka, nem tolmács vagyok, csak fordítom, próbálkoztam. Azért igyekszem. Szóval, amiről itt most Athéna beszélt, az, hogy mennyire ezek a témák, amiket itt érint, ez a migráció, a háború, a rasszizmus, a forradalom, ezek mind olyan témák, amiket világszerte tárgyalunk. Mindenki úgy érzékeli, hogy ez az ő saját valóságához kapcsolódik, miközben ez egy közös élmény ugyanakkor. És ezek a témák, amik gyakorlatilag mindenkinek a testi, lelki és egyéb vetületek, tehát hogy ilyen különböző vetületei vannak ezeknek a témáknak. Mondd, hogy meghatározzák, hogyan viszonyulunk a saját testünkhöz, a nyelvünkhöz, más emberekhez és a világhoz. Még. Olvasd fel egy pár sort, ami most
nekem nagyon fontos svédül. Hogy hangzik? Ja. Svédül ez a vers. Jag läser några sidor på svenska för det här. Hur det Min mor sa, din skillnad är orörlig och stum. Nej, din skillnad är ett frammanat monster som kräver sin tribut. Din skillnad är dömd att upprepa sin fråga. Min bror sa, det enda språk du kan fördöma förgripelsen på är förgriparens språk. Och förgriparens språk är ett språk som uppfanns för att rättfärdiga förgripelsen. Min bror sa, som en medbrottsling bland dem, som en hantlangare bland dem, med fingrar skrämmande röva av blodet från deras civilisation. Min bror sa, när självgodheten skämmer blicken, när resentimentet förhärdar hjärtat, när oförrätter lägger sig kring munnen, då ska du minnas ett bett genom ett annat. Min mor sa, säg mitt namn när skottloskan landar. Min bror sa, vi ska framhärda i att ödelägga. Vi ska vara lika känsliga som våra ömmaste punkter. Vi är inte förpliktigade att stångas mot väggar. Vi är den malande rörelsen vi kommer att uthärda. Min mormor sa, ett sår i gryningen där den sömnlösa natten tränger in. Ett mörker som inte kan gripas. En förnimmelse om himlar där andra månar vilar. Min mormor sa, var är den vind som ska undsätta oss? Min mor sa, var är den mjölk varje andetag kräver? Min far sa, var är det ris vi bundit för våra ryggar? Min mormor sa, kanske en dag när myntan slår ut längs med bäckarna möts vi och säger till varandra att ett godare saffransris har vi aldrig smakat. Min mor sa, kanske en dag på andra sidan denna olyckliga längd möts vi och formulerar en fras vi trodde bara var andra förunnad. Min far sa, du ska bespråkliga min ansiktslösa längtan. Det finns ett ord som är det sista att överge människan. Imorgon är jag en stavelse närmare. Min far sa, gör mig till sten för din slunga. Gör min mun till läppar för din klagan. Mina knän till din förnedringsbrustna pelare. Min bror sa, minnena frodas på marken som ett anspråkslöst ogräs. Hur djupt måste vi gräva i våra spår för att avlyssna rötternas klagan? Min mormor sa, ni ska förvalta deras genomträngande kläm. Ni ska plantera den i en mark som förflyttar sig i er rastlöshetstakt. Min bror sa, alla de frön som fick denna dom att falla i denna jord och aldrig gå i blom. Det är för dem jorden ska rämna. Svéd nyelv gyönyörű zengése után, Kamilla, elmondja nekünk magyarul is, hogy mit értünk előle, abból a szövegből, amit eddig csak hallottunk. Én most hallom először életet felolvasni a saját művét. Mindig gondolkodtam rajta, hogy vajon ezt a pontozás nélküli szöveget hogyan olvassák fel. Svédül egyáltalán. Anyám mondta, a te különbséged mozdulatlan és néma. Nem, a te különbséged egy megidézett szörnyeteg, mely megköveteli a tiszteletet.
tette különbséget, arra ítéltetett, hogy megismételje kérdését. Öcsém mondta, az egyetlen nyelv, melyen el tudod ítélni a gyalázatot, az a gyalázó nyelve. És a gyalázatot elkövető nyelve, bocsánat, akinél van mű, az a 62. oldalon tudja követni. És a gyalázatot elkövető nyelve az a nyelv, melyet azért találtak fel, hogy igazolja a gyalázatot. Öcsém mondta, mint egy bűntárs közülök, mint egy szekértoló közülük, saját civilizációjuk vérétől ijesztő vörös kezekkel. Öcsém mondta, mikor az önhítség elhomályosítja a tekintetet, mikor a titkos harag megkeményíti a szívet, mikor a sérelmek az ajkak köré gyűlnek, emlékezz egy harapásra egy másik által. Anyám mondta, ejtsd ki a nevem, mikor földet ér a köpet. Öcsém mondta, tartsunk ki a pusztításban, olyan érzékenyek legyünk, mint a legfájóbb pontjaink. Nem kötelességünk a szélmalomharc. Mi vagyunk a felörlő mozgalom, ki fogjuk bírni. Nagyanyám mondta. A hajnalon egy seb, amin az álmatlan éjszaka hatol be, egy sötétség, ami megfoghatatlan. Égboltok idézése, hol más holdak pihennek. Nagyanyám mondta. Hol az a szél? Hol az a szél, mi felszabadít minket? Anyám mondta, hol az a tej, mely minden lélegzetvételhez kell? Apám mondta, hol az a rőzse, itt a hátunkra kötöztünk? Nagyanyám mondta, talán egy nap, mikor a menta kihajtott patakok mentén találkozunk, és azt mondjuk egymásnak, hogy ennél finomabb sáfrányos rizset nem ettünk még soha. Anyám mondta, talán egy nap, a szerencsétlen hazugságon túl találkozunk, és megfogalmazunk egy frázist, amiről azt hittük, csak másoknak adatott meg. Apám mondta, te majd szavakba öntöd arctalan vágyakozásomat, van egy szó, mely utoljára hagyja el az embert. Holnap egy szótaggal közelebb kerülök. Apám mondta, tégy engem parittyád kövévé, tedd számod panaszod ajkává, térdemet megalázottságod törött pillérévé. Öcsém mondta, mint egy igénytelen gaz, burjánzanak az emlékek a talajon, milyen mélyre kell ásnunk a nyomainkban, hogy meghalljuk a gyökerek panaszát. Nagyanyám mondta, ápoljátok átható hangjukat, olyan földbe ültessétek, mely nyughatatlanságotok ütemében költözik. Öcsém mondta, mindaz a mag, mely arra ítéltetett, hogy e földbe hújjon és soha ne virágozzék, értük nyíljon meg a föld. És ez az utolsó sora a kötetnek. Szeretném megkérdezni, van-e a kedves közönség közül valakinek kérdése a fordítókhoz vagy Athénához? Kérdésem nincs, de köszönöm. Svédországhoz családi szárak fűznek, és 56 történelme. Amikor meghallom a svéd nyelvet, akkor mindig az jut eszembe, hogy eljöttek értem, és megmentettek valakit. 56-ban elindult a családom Svédországhoz, mert muszáj volt. És Magyarországnak hírneve és dicsőséget hoztam 89-ben,
ismét, amikor újból hazajöhettek, és egy verses kötetben köszönték meg a magyar államnak azt, amit tettél. Köszönjük szépen ezt a nagyon személyes beszámolót. Számomra egy kulcs szava a megfosztottság. Nem a hiány. A hiány az pótolható. A hiány teljesítésére lehet vágyni, a hiányt le lehet küzdeni. A hiány akár lehet pozitív program is. A megfosztottság azonban bezár, rátelepszik, beszorít, félelmet ébreszt és agresszióval fenyeget. Nem is tudjuk megmondani konkrétan, mi az, ami nincs. Csak az ember saját torzultságát érzi, azt érzi, hogy kiszorultál, és hogy oda már be nem mehetsz többet, és most már ez örökre így marad. Van egy mondás, egy régi magyar mondás, úgy vagyok sekint seben, mint a küszöb. Akit vagy átlépnek, vagy megtaposnak, vagy legfeljebb hassa esnek benne, de sekint seben van. Nekem a kötetben ez nem csupán migrációs probléma, nem csupán kultúr probléma. Ez egy nagyon mély, velünk élő 21. századi lelki probléma. Jó, gondolom én ezt. Ja, och nej, tänker jag. Det är en väldigt fin observation och jag tänker att ofta när man pratar om migrationens erfarenhet i... Igenis és nem is, mert amikor a migráció tapasztalatokról beszélünk. I olika liksom, litteraturvetenskapliga eller kulturella sammanhang så finns det en sån vilja att tänka på liksom, migrationen som ett sorts existentiellt villkor för alla människor. Någonting som handlar om hemlöshet, rotlöshet, att vara mellan världar, att vara i rörelse. Nagyon könnyen és nagyon szívesen gondoljuk úgy, hogy ez egy nagyon jó és fontos egzisztenciális alapprobléma, alaphelyzet, amiből aztán nagyon jól lehet írni. Och så är det ju. Det vet ju alla som är människor och på något sätt har erfarit hur utkastad man är i världen när man bara finns. És valóban így van, akik ezt egyszer megtapasztalták, azok tudják, hogy ez milyen egy állapot. Och jag tror att vi alla har i olika rum, i olika sammanhang, i olika tidpunkter i livet den erfarenheten av att inte riktigt vara sammanfallande med oss själva eller sammanfallande med den plats eller det språk eller det rum som omger oss. És valószínűleg mindannyiunknak megvan ez a tapasztalat, hogy nem vagyunk azonosok saját magunkkal, azonosok azzal a magunkkal, akik éppen vagyunk abban a térben, abban a közegben, amiben éppen vagyunk. Så till vidare så tror jag att det är en erfarenhet som den här dikten skildrar och många andra berättelser om migration skildrar. Ibland säger man ju att hela liksom, den västerländska litteraturhistorien är en berättelse om exil på olika sätt. Från Homeros till James Joyce, liksom, att alla pratar om att förlora ett hem på något sätt. Ilyen értelemben ja. Az egész nyugat-európai irodalmat lehet úgy tekinteni, mint egy migrációban élő társadalom leírása szett. Men sen tror jag också att det är en specifik erfarenhet som inte är helt universaliserbar, som har att göra med liksom specifika geopolitiska omständigheter av att vara berövad tillgång till en faktisk plats som man har på något sätt för, både identifierar sig med och också förväntas identifiera sig med. Och det är inte en allmänmänsklig erfarenhet. Det vill säga alla har det inte så att det finns platser som de inte kan åka till. Alla har det inte så att de pratar
att det språk som de fick först fick lära sig som barn inte är det språk som ens omgivning talar eller så. Ez az idézőjelvete témény, ez a megfosztottság az olyan mégsem közös, tehát mégsem egy egyetemes emberi érzés. Tehát most ezt nem egészen merem mondani, mint hogyha a tényleg mondtam, de hát hogy nem mindenki olyan. Tehát vannak, akik ezt úgy élik meg, vannak, akik nem kellett ezt megélik, igen. Tehát ezt a kivetettséget. Mert mm. Az a liksom balansgången mellan det specifika och det allmänna på något sätt, tänker jag, gestaltas också i den här boken. Men sen handlar den ju, förutom att handla om revolutionen, kriget, migrationen och rasismen, så handlar den egentligen lika mycket eller mer om en familj. Att ha en familj, att vara del av en familj, att få sitt liv liksom villkorat av sin plats i en familj, att inte åka med sin familj, att tvingas vara lojal med eller förråda sin familj. Och det är ju, det kan alla identifiera sig. Förlåt. Igen, tehát van a két nagy világ, a háborúk, a migrációk, a forradalmak világ, és van a családi világ, amiben ugyanúgy valahogy mégiscsak be kellene csinálni, alkalmazkodnunk kellene hozzá, és illeszkednünk, de erről szól inkább, vagy erről is szól inkább. Tehát a nagy általánosból, a háborúkból, migrációkból, akkor az egyének, családi kötelékekbe hogyan illeszkedünk be. Tanítja az is a hallgatóidat, mi foglalkoztatja? Egyáltalán ajánlod nekik, hogy írjanak? Lehet beszélni? Kell beszélni? Och vad jag uppmuntrar dem till? Vilken bra fråga. Ja, men jag kan man rekommendera radio som man börjar skriva? Ja, det är också en jättebra fråga. Alltså jag undervisar på en författarskola utanför Stockholm som heter Biskops Arne, som är Sveriges äldsta författarutbildning. Igen, egy Svédország legrégebbi íróiskolában tanít. Och den är en tvåårig utbildning och den är inte särskilt preskriptiv om man säger så. Det är inte så att våra studenter kommer till oss. Det är ganska, liksom, vi har många som söker, det är en ganska exklusiv skara som kommer, så att de är väldigt duktiga och har vistats länge i läsandet och skrivandet erfarenhet redan när de kommer. Och det är inte så att vi talar om för dem hur de ska skriva. Ahol megtanítják, ahol írni tanítják a diákokat, már eleve felkészült és írói tapasztalatokkal rendelkező fiatal emberek érkeznek. Det heter att det är en författarskola, men jag skulle egentligen säga att det i högre utsträckning är en läsarskola, en läsarutbildning. För det vi lär våra elever, det är att liksom i samklang med varandra, varandras texter, texter från litteraturhistorien, texter från samtidslitteraturen, teori, filosofi, politiska texter, liksom kunna läsa sin tid och sin omgivande litteratur på ett avancerat sätt. Tehát nem annyira inkább íróiskola, hanem inkább olvasóiskola, egymást olvasni, inkább egymástól tanulni. És a jelenből tanulni. Och att vi menar att det är liksom det enda sättet att bli bättre på att skriva. És ezzel azt próbáljuk közvetíteni, hogy az egyetlen módja írni, tudni, az olvasás, megtanul olvasni. Men om jag ska, alltså den frågan om, hur kan man överhuvudtaget rekommendera människor, unga människor, att skriva idag, det är ju en väldigt bra fråga. Alltså på sätt och vis är litteraturen och särskilt poesin är ju verkligen till samhällets marginal. Och det är ju liksom ingenting som man kan leva på. Även om man är inte ens de mest uppburna, etablerade poeterna i Sverige kan leva på att skriva. Så att det är ju en verksamhet i marginalen av samhället. Men jag menar att det är ju att skriva och i synnerhet att skriva dikt. Det tänker jag är ett sorts liksom, språkets forskningsarbete i dess mest minimala beståndsdelar. Och det är också en oerhört politiskt
offentlig verksamhet att bedriva. För att det är en diskursanalys. Det här kan du säkert lägga till. Hogy a fiataloknak ajánlja-e, vagy hogy ajánlható egyáltalán az írás, nagyon jó kérdés, mondja Attila, de Svédországban sem lehet megint, Svédországban sem ér meg minden író és minden költő abból, hogy ír, de az írás önmaga az elég magas fokon, igen, mértékben, igen, mértékben egy politikai hozzáállás, vagy egy hozzáállás kérdése. För om jag ska säga någonting om det, om varför det är politiskt, bara, det är ett väldigt långt avancerat resonemang. Men jag tänker att språket är kanske det enda som är vår gemensamma egendom, som verkligen är väldigt svårt att kapitalisera och privatisera. Det är verkligen det vi är gemensamt. Sen finns det olika språk, olika mycket värderade, men det är det vi är gemensamt. Och språket är liksom ständig förflyttning och förhandling. Och vad någonting betyder idag kommer att förändras imorgon om 10 år och så. Nagyon szép voltam posmoló, csak erről beszélgethetnénk egész valóban órákat, egyetemi órákat. A lényeg, ahogy posmolott azt mondja, hogy azért politikai bármilyen költészet, mert a nyelv az a közös sajátunk, amit nem lehet tőkésíteni, tehát az mindig is a közös gondolják megfogalmazásának lesz a... De nyelvészként itt vétók. De most nem arra... Szóval mi visszom azt, hogy a harinámban most itt. Aha, oké. Jaj, jag också länge visste. Jag vill också på överropa det. Kamilának egészen más véleménye van erről, de azt mondja, egy következő könyv megjelenésekor mindjárt lejár az idő. Men min poäng här är, om det jag sa precis stämmer, om det också stämmer att olika typer av liksom samhälleliga maktrelationer, inklusions- och exklusionsmekanismer regleras av språk i hög utsträckning, det vill säga vem som ingår i ett vi och vem som heter dem, det är något man också definierar språkligt, gemensamt. Ja. Då är poetens roll också viktig. För att den består i att intervenera i den här typen av samhälleliga språkliga förhandlingar. Ja. Nagyon szépeket mond, csak most már nagyon el fogok szaladni. Nem élet érezni. Oké, azt mondja... Most a legérdekes. Igen, pontosan. Azt mondja, hogy a nyelv az, amit ki lehet sajátítani, és hogy ez ne történhessen meg, ezért nagy a költők, vagy az írók. De ő nem ezt mondja. Azt mondja, hogy nem lehet, tehát a nyelvünk az egyet, amit nem lehet kisajátítani. Hát igen, de hogy ha nem nincsenek ott az írók, a költők, akik erre figyelmeztetnek, akkor lásd Magyarországon, ki lehet sajátítani. Jó, igen, tehát akkor te is más véleményem vagy, mint ő. Így te is megfordítod, de a fordítás azt mondom, amit ő mond. Akkor mondd, tettesi. Most végét nem figyeltem. Jó, hát szóval... Mi volt itt a vége? A végét te figyelted, de most ezt az, amit előtte mondod? Lódéva. Det är kontentan är helt enkelt att samhället behöver människor som kan på något sätt analysera språket i dess minsta beståndsdelar, i dess fonem. Szóval lényeges, hogy legyenek a társadalomban olyan emberek, akik a nyelvet egészen a legapróbb részleteire le tudják bontani, egészen a hangokig és elemezni. Elmennek, és elemezni, és átalakítani. És én is egyetértek abban, majd ezt mindjárt lefordítom Svédre is, hogy pont ezért van szükség a költőkre, írókra. Minden társadalomban óriási szükség van rájuk, de véleményem szerint pont azért, mert lehet tőkésíteni igenis a nyelvet is. És ők egyfajta ellenpontot jelentenek a mai mindenféle társadalomban. Szóval, ja, hol mi om, csak lefordítom neki, hogy értsek. Ja, hol mi om, a poétérő úr, hogy a mennyi, hogy kipopték, hát det blev en sån missad fucking färg av det. Han sa också att poeter är viktiga särskilt för att man kan kapitalisera språket.
Men du menar att man kan inte kapitalisera språket. Så jag tror att men i slutändan är vi överens om att poeter är särskilt viktiga för att de kan liksom både bryta ner och bygga upp språket på ett nytt sätt. Sen tycker inte jag att poeter är särskilt viktigt. Men det men vi får viktiga. Ha most így tűnhetnénk tekerik, akkor én is elmesélném, milyen egy országban élni, amelyik be van zárva a saját nyelvében, és mennyivel másképpen hangzanak itt, érvényesülnek, vagy halnak el dolgok, mint itt az asztalnál, ahol kinek-kinek két, három, négy, öt nyelv folyik össze a szájába, hogyha nem vigyáz. És ezekhez tartozó kulturális gondolati tartalmakat egymással szinkronban, egymással reflektálva használja. Egy kérdésre maradt még idő, amit mindenképpen szeretnék elmondani. Amikor készültem erre a beszélgetésre, kedves barátokat is megkérdeztem, akik messze laknak, Magyarországról külföldre költöztek, hogy mi a véleményük, mint migránsnak. Milyen integrációs problémáik vannak a világ számos országában. És egy nagyon-nagyon kedves barátom, aki cigányként emigrált tengeren túlra, azt mondta, az integráció igen finom dolog, nemes és elegáns, úri dolog az integráció. Ám az mit sem számít, hogy én mit értek az integrációban. Azt dönti el, mi az integráció, mit jelent, aki tőlem elvárja, hogy integrálódjak. Hogy ő mit ért rajta, az lesz az én integrációm kerete. És kérdeztem, hogy te ezt ott érzed, ahol most vagy? Azt mondja, itt is éreztem, ott is éreztem. Úgyhogy fura fájdalmak halmozódnak egy emberben. És még egy mondat van, amit a kötetből szeretnék felolvasni, de nem azért, mert ebben a kötetben van meg, hanem azért, mert én ezt ezelőtt sok évtizeddel hallottam Marosvásárhelyen. A kötet azt írja, valamikor olyan országban akarok meghalni, ahol ki tudják ejteni a nevemet. Szó szerint így mondta egy marosvásárhelyi barátom, aki már összepakolta a cókmokját és készült elfele, maga se tudta, hogy hova, csak azt tudta, hogy el. Mondtam neki, menj Új-Zélandra, ott vannak magyarok, majd faragnak neked fejfát, helyesírás hiba nélkül leírják a nevedet. Ott jó lesz meghalni. Talán ott jó lesz, mondta. És ez a beszélgetés a szívembe él a mai napig is sok fájdalommal, és amikor ebben a könyvben szó szerint ugyanezzel a mondattal találkoztam, akkor megint eszembe jutott, hogy mi lehet vele Új-Zélandon. Egyáltalán mit lehet ebben a helyzetben, hogy lehet ebben a helyzetben tovább lépni? Írni kell egy újabb könyvet? Vagy beszélni róla? Őrke már Gógidál őr, de nem ezt a során jösszett. Hát igen, mondjuk fősöke szvarkod a hefő, mert hát kuna ütalász plám, bok do kerül prata ondit dinni a buk. Trau. Hát de már dinni kell. Men jag vill säga först och främst att jag tycker att integration är ett väldigt problematiskt koncept. Jag är ingen vän av integration. Integration är ett ganska våldsamt begrepp tycker jag, som implicerar att en minoritet ska anpassa sig till en majoritetsbefolkning eller majoritetssamhälle som om det vore eftersträvansvärt. Det är jag inte alltid med på. Det är ofta liksom grupper som utdefinieras som icke-tillhörande, ett samhälle som förväntas integrera sig. Det är till exempel aldrig så att överklassen förväntas integrera sig i liksom samhällets normer och koder i övrigt. Ja, men det var ju exakt det hon nämnde, att det är män från. Men det är en sak. Jag vet inte om vi kan översätta det här, eller vi översätter det.
a beilleszkedés, az integráció, amit elvárnak az embertől, az mindig a többség hatalmi vagy erőszakos módszerei alapján történik, aminek megírva, tehát ez nagyjából ezt mondta. Hogy az soha nem, például az soha nem várjuk el, hogy a felső 10 000 integrálódjon a társadalomba. Sedan detta med att vilja att i ett land där människor kan uttala ens namn, det är en röd i boken där det står så, min bror sa någon gång vill jag dö i ett land där människor kan uttala mitt namn. Det är en röd som jag har stulit från en annan svensk poet som heter Gila Bonsain. Och ganska mycket i den här boken består av stölder och citat. Eller hur det helt enkelt rena stölder eller liksom perverterade citat på olika sätt. Det finns många anledningar till det. Men det är en rad som jag har tagit från henne. Och det intressanta är att hennes strof är mycket bättre egentligen än min stöld av den. För strofen lyder så här i hennes version. Någon gång vill jag dö i ett land där människor kan uttala mitt namn. Jag kompromissar nu för tiden. Jag vill hellre dö namnlös var som helst. Och för mig att dö namnlös var som helst, det kanske låter deprimerande. Men för mig är det också en representation av en utopi. Att inte behöva vara en individ kanske. Att kunna uppgå i ett kollektiv. Ja, bra. Ja. Azt mondja, hogy a könyv, ez, például ezt a sort, amit itt most Borbála idéztél, ezt ő maga lopta, mint ahogy a könyv nagyon nagy részét lopta, úgy költőktől vagy más az irodalomból, ezt egy költőnőtől lopta, viszont az eredeti, ahonnan ő ezt lopta, az még jobban hangzik, hiszen ott azt mondja, hogy egy olyan országban szeretne meghalni, ahol ki tudják kejteni a nevét, de egy olyan ország, egy olyan helyen, ahol... De mostanában már kompromisszumra is hajlandó. Igen. Hogy szeretne meghalni bárhol, névtelenül. Igen. És hogy ez ilyen depressziósnak tűnhet, de valójában ő ezt nagyon pozitívan értékeli, mert hogy ez olyan jelzést kelt benne, hogy mint hogyha valamiféle a nagy közösbe térne vissza. Pontosan. Yes. Hát az intertextualitás az, ami reményt adhat mindnyájunknak, hogy van egy olyan nyelv, amit egymás szájából, egymás tollalról kivehetünk, nincs ezzel semmi baj. Én legalábbis szeretem. Az én azt tulajdonképpen, hogy intertextualitás. Jag tror det är mer än inte textualitet, men absolut, det är ett fint att du kör. Van esetleg kérdés? Ha nincs, akkor viszont hadd ajánljam értő figyelmébe mindenkinek a könyved, amely egy tipográfiai remek. Az eredeti kiadás minden erényét a nagyvárosi kiadás, magyar kiadás hozna magával. A sorok, mint látjuk, plakátszerűen vannak odaragasztva a fehér lapra, amely egyre fehérebb és fehérré lesz, fehérré tesz. Az ezüst cím pedig tükröt tart mindnyájunknak, és ezt a csodát kívül-belül nagyszerű alkotást 2400 forintért itt helyben meg lehet vásárolni, és Attina biztosan nagyon szívesen dedikálja meg a kedves olvasóknak. Időnk lejárt, maradnánk még tovább is, de sajnos eddig szólt a mandátumunk. Nagyon szépen megköszönöm Attina Farokszárnak, hogy megtisztelt minket. Nagyon szépen megköszönöm Nagykövet úrnak a kedves szavakat, Kamillának és Lászlónak a fordítás alapos munkáját és a kedves megjelenést. A Facebookon még folytatjuk az event oldalt. Köszönöm szépen a figyelmet!